épületek lábazat szigetelésénél meghatározó tényező az, hogy az épület és a járda viszonya milyen. Tehát van egy épületünk, van egy terepünk, itt vannak mondjuk a fák, a fűszálak, akkor nem mindegy, hogy a járdát hova helyezzük el. Amennyiben a járda közvetlenül az épület mellé kerül, legyen ez a téglatesta a járda, akkor a felverődő csapadék mind-mind a falat vizesíti, nedvesíti, és előbb-utóbb ez problémákhoz vezet. Ez akkor is igaz, ha ez egy amúgy fagyáló lábazat, mert a sok felverődő por annyi sarat meg port visszafelülete, hogy az, annak a meg, víz megtartó hatása révén akkor is kikezdi a lábazatot, és a nem fagyáló lábazat is e tönkre megy, illetve a fagyáló lábazat is tönkre tehát mindkét variációban ez a felület károsodni fog. Tehát mit tehetünk? Egész egyszer azt kell tenni, vagy azt javasol tenni, hogy ezt a járdát, amennyiben muszáj elkészítenünk, az épülettől eltartva készítjük el, tehát egy 20-30-40 centi helyet hagyunk, és ezt a hézagot pedig kavicsal töltjük fel, ami nem engedő, hogy felverődjön a nedvesség, hanem elnyelődik a kavicsban a nedvesség, itt a csapadékvízről beszélek. Itt, hogy mi történik a nedvesség, az mindegy, hiszen a járdán így is úgy is fog a víz, főleg ha szakadó eső van, de legalábbis ezt a lábazati zónát, amit védeni szeretnénk, azt meg tudjuk óvni a felverődő nedvesség hatásaitól. Ettől persze még ugyanúgy kell szigetelni, ugyanúgy kell szabály szerint eljárni, de felújításoknál is ez egy fontos szempont, hogyha már van egy amúgy is nedvesedett, amúgy is károsodott, amúgy is szétfagyott lábazat, akkor nem, ne terheljük tovább azzal, hogy rossz helyre telepítjük a járdát, amit esetleg megtehetünk, hogy elhúzzuk. Vagy lehet az is egy megoldás, hogy a korábban itt a fal mellett levő járdát egyszerűen félbevágjuk és újra készítjük, vagy egyszerűen elbontjuk és újra készítjük a faltól egy bizonyos távolságra. Érdekes az is, hogyha mondjuk az embert nézzük, hogy itt a itt sétál, tehát ez a lábunk, ez a vállunk, tehát itt úgy is kell egy bizonyos távolság jellemző a 30-40 centi, hogy kényelmesen tudjunk haladni. Tehát senki sem a fal mellett fog osonni egy fal mellé helyezett járdán, tehát senki sem így fog menni. Tehát ez a fal melletti 20-30 centi amúgy sem hiányzik senkinek közlekedési szempontból sem. Tehát minden esetre érdemes amúgy is eltartani, hogy kényelmesen lehessen közlekedni, és ha ne essünk le a járda szélén a járdáról, hiszen nem férünk el rajta. Tehát a járda és az épület viszonya nagyban meghatározza a lábazat nedvesedését, illetve a lábazat károsodását.